Sokszor hallhattuk már, hogy a sport nem korfüggő. Ennek adták tanúbizonyságát a csütörtöki sporttalálkozó részvevői, akik közül a nevezési feltételeknek megfelelően a legfiatalabb is betöltötte már 55. életévét. A legidősebb versenyző 92 esztendős volt. A szervezők a 8 sportág 14 versenyszámát úgy állították össze, hogy azok minden tekintetben megfeleljenek a részvevők számára. Atlétikában 100 méteren és 400 méteren bonyolítottunk versenyt, volt kislabda dobás, és az asztali tenisz, a tenisz, az ulti, a kosáradobói büntető verseny volt, egy ügyességi sorverseny van, amiben a legnagyobb létszám vesz részt, és a teke és óriási létszámokat mozgósított meg, hiszen például a kislabdadobásban 340-en indultak, de a tekébe is 250-en. Kellemesen töltenek el itt a szépkorúak egy délelőttöt, és nagyon büszke vagyok rá én is, és a város vezetése is, hogy Magyarország legnagyobb szervezett körülmények között lebonyolított sporteseménye ez a szépkorúak részére. A résztvevők magas száma nem véletlen, mivel közülük nagyon sokan rendszeresen sportolnak. Én elmondhatom az egyesületünkből, hogy 90 éves van közöttünk jelen pillanatban is itt van, és a 80 év pedig mintegy 40 fő, és zömébe mindegyik eljön sportolni. Nagyon szeretnek sportolni. Szeretik, hogy szabad levegőn, társaságban kikapcsolódnak, és állandóan mindig az erdei tornapályát, amit csak lehet igénybe venni, kerékpározást, mindent szeretünk igénybe venni. Nyíregyházán május elején 11. szezonját kezdte a Szépkorúak sportklubja, amelynek tagjaként október végéig több mint 500-an mozognak csütörtökönként a megyeszékhelyen.